A magyar őstörténet. Felbukkanó képeken aranyszarvasokat láthatunk, amelyekről valószínűleg mindannyiunknak a csodaszarvas monda jut eszünkbe. Nem véletlenül. A nomád népeknek, akik a Kárpát-medencétől egészen a kelet-ázsiai sztyeppékig éltek, volt egy ős mondájuk, amelyben egy szent állat, a csodaszarvas mindig szerepelt. Ezek a szarvasok, amiket itt láthatunk, egy kivételével, a baloldali övcsat dísz kivételével, mind Kelet-Európában és Belső Ázsiában készültek, és szkíta királysírokban találták őket. Nép és a nemzet fogalma, amely magyarságunk öntudatát is jelenti, több összetevőkből épül fel. Minden népnek, nemzetnek összetartozó erejét a közös nyelv ad, valamint a hagyományok, amelyek évszázadok, évezredek alatt alakultak ki, népszokások, mondák, népdalok, ünnepek. Van egy közös történelmi múltunk, amelyre mindannyian vissza tudunk emlékezni tanulmányaink, ismereteink, ünnepeink alkalmával hallott események alapján, ilyen 895 a honfoglalás, 1000 István király koronázása, 1241 a tatárjárás, 1456 Nándorfehérvári diadal, 1526 Mohácsi vész, 1848 és 1956 forradalmak és szabadságharcok története. Anyagi kultúrát is alkot a nép, nemzet évszázadok alatt ezek várak, templomok, kastélyok, szobrok, de akár nemzeti parkok is lehetnek. Sokszor a közös vallás is összetartó erő. A magyarság legnagyobb része a kereszténység követője, még ha az több ágra is van szakadva. Közös eredetmondánk, amelyet már gyerekkorunkban sokszor hallunk, a csodaszarvas mondája, amelyet Kézai Simon jegyzett le a 13. század végén. Nagy szerencsénkre, hiszen máshol ez nem maradt volna fenn. A monda helyszíne földrajzilag behatárolható, Perzsia északi része, Kaukázustól délre, Acsem tartomány. Az időpont meghatározhatatlan, a mitológiai múltban vagyunk. Szereplői Nimród, a zsidó és a mezopotámiai hagyomány szerint a bábeli torony építetője, a nagyvadász, akit a mondáink vagy Ménrodként vagy Némrodként őriztek meg, felesége Ené, akinek a neve a szarvas ünő szóból származik, Iker fiai Hunor és Magyar, valamint a csodaszarvas, a hófehér szarvas, valamint az Iker fiúkat követő 50-50 vitéz Levente. A csodaszarvas egy vadászat során bukkan fel, és nyugat felé hívja, vonza a vadászokat, sebezhetetlen, nem lehet megsebezni se dárdával, se íjjal, hiszen isteni küldött. Egy új helyre, egy új hazába vezeti el az Iker fiúkat, ahova apjuk engedélyével át is költöznek, ez pedig a Fekete-tenger északi része, a mai Azovi-tenger partvidéke, a történelmi földrajzban Meotiszként ismert terület. Itt feleségeket is találnak maguknak, a helyi fejedelmek lányait és szolgáló lányait, és az 50-50 vitéz, valamint az Iker fiúk családot alapítanak, és ez lesz az alapja a mondabeli hun-magyar rokonságnak. László Gyura elhíresült festménye, a régész festő gyönyörű ábrázolása a hófehér csodaszarvas üldözéséről. Jellegzetes módon az ikerfiúk a piros, fehér és zöld színekben tündökölnek, jelezve, hogy egy magyar mondáról van szó. Ezek az aranyszarvasok Magyarországon kerültek elő, de a honfoglalás előtti évszázadokból származnak, szkítáktól, és milyen érdekes, hogy ilyen szkíta, csodaszarvasok, aranyszarvasok
Kárpát-medencétől egészen Kazahsztánig húzódó, hatalmas, több ezer kilométeres területen sok helyen előfordulnak. És nem csak tárgyi emlékben, hanem legendákban, mondákban is felbukkan a új hazába vezető csodaszarvas mondája. A mondáink hun-magyar rokonságról beszélnek, míg a tudomány kb. 200 éve finnugor rokonsághoz tartozónak tart minket. Itt a nyelvészet, a régészet, a történeti tudomány, illetve a néphagyományok egymásnak feszüléséről van szó. Végleges pontot a mondat végére még nem tudott tenni senki. Maga a nyelvészet is megoszlik. Az egyik csapás irány a finnugor nyelvrokonság, a másik a török nyelvrokonságot erősíti, ez utóbbiak a hun-szkíta rokonság támogatói, míg a finnugor nyelvrokonság az az újabb, közel két évszázados tudományág művelői. A régészet, a tárgyi emlékeink inkább az avar és a hun leletekhez hasonlónak mondanak minket, és a legújabb kutatások, amelyek most már a csontgenetika tudományával is foglalkoznak, itt már a nyelvészettel ellentétben a hun, kazah, kirgiz és mongol népekkel mutatnak az eredmények rokonságot. Az 1990-es években egy magyar nevű népcsoportra bukkantak Nyugat-Mongólia és Kazahsztán területén, őket torgai magyaroknak nevezik, és a gének alapján ők a legközelebbi rokonaink, és nekik van csodaszarvas mondájuk. A csodaszarvas krónikáinkban sok helyen felbukkan, egyrészt hunor és magyar történeténél, majd egy keresztény mitológia kapcsán Szent László legendáiban, de a hagyományőrző csoportok, köztük a cserkészet, a magyar cserkészet második jelvényének választotta a fehér csodaszarvast, amely az 1933-as negyedik cserkész világtalálkozó, a gödöllői világtalálkozó lévén az egész világon elterjesztette ezt a magyar legendát. A modern mai népművészet is saját motívumai közé beveszi és terjeszti a csodaszarvas legendáját. Másik mondánk, Emese álma és a vérszerződés. Ezt a másik híres gesztaíró, Anonymous jegyezte fel. Helyszín, Dentumogyeria. A történelmi Etelköz, mai Dél-Ukrajna, a földrajzi kelet-európai síkság déli része. Dentumogyeria, Szitja ország része, amely Szkítia magyarosított elnevezése. 820 körül járunk, szereplő ügyekvezér és felesége Emese. Emesének álmában megjelenik a nagy hadúr, üldötte a turulmadár, és hírül hozzá, hogy születendő gyermeke fiú lesz, és nagy királyok fognak tőle származni. Ezért a tátosok azt tanácsolják, a gyermek neve legyen Álmos. A latin nyelvű gesztaíró tovább bővíti az álmos szó jelentéstartalmát, hiszen latinul a hasonló hangalakú álmus szó szentet jelent, és ezzel igazolja, hogy lám-lám álmos le utódai között mennyi szent király és hercegnő született. Álmos lesz az, aki megköti a szövetséget a hét magyar vezérrel, Nomádszkíta szokás szerint vérszerződést kötnek, ezáltal a nem rokon törzsek mostantól vérrokonnak tekintik egymást, karjukat megvágva, néhány csepp vért egy kupába csorgatva, borral elkeverve megízlelik, és ezáltal jelképesen vértestvérek lesznek. Ez a vérszerződés Etelközben, Dentumogyeriában zajlik, időpontja 860 és 890 közötti időszakra valószínűsíthető. Ismét László Gyura, híres régész festőnk képeit láthatjuk, Emese álma a turulmadárral, illetve Emese fejedelemasszony kezében egy vadászsólyommal.
A ruházatot a régészfestő az általa feltárt honfoglaláskori sírok leletei alapján rekonstruálta. A hét vezér nevét Anonymus megőrzi. Álmos, fia Árpáddal, Előd, Ont, Kontas, Huba és Töhötöm, más átírással Tétény vezér. De van egy másik vezérsorunk, akik viszont nem vezérek, hanem kapitányok, ezeket Kézai Simon jegyzi le, ők már a honfoglalás utáni időszak vezérei, nagy valószínűséggel a hét vezér lesz származottai, fiai vagy unokái, ők Árpád, Szabolcs, Gyula, Őrskünd, Lél vagy Lehel, illetve Vérburcsú. A képes krónika iniciáléja alapján készült mai festmény, elől Árpád vezér turul a pajzsal, mögötte a hat másik vezér, és egy karikatúra. Honnan tudunk további ismereteket szerezni honfoglalás kori őseinkről? Egyrészt a kortársaktól, hiszen ezek a legjobb források, olyanok, akik még beszéltek, találkoztak a 9.-10. században élő magyarokkal. Az egyik egy bizánci császár, Bölcs Leó, aki katonai szempontból ír a magyarokról, őnál a türköknek nevezett nép felel meg a magyaroknak. Taktika című művében olvashatunk a magyarok nomád harcmodoráról, cselvetésről és a fegyverzetről. Ibn Rusta, arab utazó, a 9-10. Század fordulóján járt Etelköz környékén, és a magyarok elnevezés arab betűkkel leírt változatát őrizte meg nekünk, mivel az arab írásban nem voltak magánhangzók, ezért csak a mással hangzókat jegyezte le, a m, dzs, r, k hangzókkal, hogyha összeolvassuk a betűvel, magyarokat kapunk, és milyen érdekes, a többes szám jele is ott van a szó végén. Tehát valóban a magyarokkal találkozott, ő az életmódjukat, a jurtáikat, a ruházatukat, és azt, hogy mivel és hogyan kereskednek, ezeket jegyezte fel. Bözs Leó leszármazottja Bíborban született Konstantin császár, aki személyesen találkozott az egyik kapitánnyal, Bulcsúval és Árpád vezér unokájával. Ő jegyezte fel a türköknek, azaz a magyaroknak a hét törzs elnevezését. Innen tudjuk a törzs neveket, a nyék, megyer, kürtgyarmat, tarján, jenő, kér és keszi elnevezéseket. Ma már azt is tudjuk, hogy ezek katonai hadrendi pozíciókat őriztek meg. Török nyelvek értelmezésével mindegyik elnevezésnek katonai hadászati pozíció felel meg csatában. Őseinknek is voltak feljegyzései, sajnos ezek, mivel nem olyan dolgokra írták, rótták, vésték, amelyek maradandóak, elvesztek, néhány csont és fém tárgyba vésett pár szavas nyelvemlékek maradtak fenn őseinktől, ez pedig nem más, mint a rovásírás. A rovásírás a nomád népeknek az írása, hasonló jelekkel már a hunok, az avarok, a szkíták is rendelkeztek, és később a további türk népek is használták ezeket a jeleket. Mindegyik nép más betűt feleltetett meg a hangok kapcsán ezeknek. Jobbról balra írjuk ezt az írást. Használjuk őket ma is, hiszen nagyon sok magyarországi település határában ott vannak a rovásírásos feliratok, de azt is tudni kell, hogy a rovásírásban vannak számok is, amelyek érdekes módon részben hasonlítanak a római. És a mondabeli fehér szarvas képével búcsúznák mára.